Nem tudom, ki emlékszik erre a játékra, február 18-án nyomtuk, amikor ingyen adta az Epic. Nagyjából egy órát nyomtam vele. A játék különlegessége egyébként az... Egy pillanat. Konkrétan úgy gondolt, hogy a ruhakalácska úgy gondolt, hogy a ruhaszárító az azért van ott, hogy ő arra így rátegye a kezét és közben nyalakodjon. Szóval... Nem tudom, ki emlékszik erre, hogy csapattuk még másfél hónapja. Az Elden Ring sok mindenről elvette az időt, szerintem, de hogy nem hiába. Szerintem ezt még fogjátok hallani párszor, hogy Elden Ring így, Elden Ring úgy. A játék különlegessége az az, hogy a kontroller egyik részével a bal oldalával az egyik karaktert, a jobb oldalával pedig a másik karaktert irányítjuk. Jobb oldal, tehát bal oldalon mondjuk a... Hát amúgy megmutatom. Azt mondja, nyomjon gombot a kezdéshez. Nyomtam. Igen. Na. Hogyan játsz? Na, itt van. Interakció nagy tesóval... baloldali trigger, és a bal analóg. A kis tesó pedig jobb trigger, és jobb analóg. Szóval, hogy így... Joseph Faresnek a játéka, akitől egyébként megkaptuk a V-autot is, illetve az It Takes Two-t. Epikes játékot folytatni kek? Hát, a Plague Tale is így járt egyébként. Ja. A Plague Tale is így járt. Azt is nagyon megszerettem. Hát, most ez fura. Én ezt már csináltam, amikor orkerül menekültünk. Most mi a feladatunk? Az a feladatunk, srácok, hogy orvosságot találjunk a beteg apánknak. Jó, tehát akkor valszeg... Valószínűleg a nagy tesóval kell meghúzni a kart, nézzük csak. Így van. Jó. Ennek... Neki kell menni a láncnak. Jó. És akkor jöhet a többi lánc. Akkor jöhet a Rogue Legacy? A Vampire Survivor-t még lehetne nyomni, Zakika. A Rogue Legacy amúgy szimpi. Mennyire suta vajon? Szia, hello! Nagyon suta. Szia! Ehhez kell mindkét tesó. Ne kapaszkodj vissza! Tessék! Na, hát akkor ezzel most megvagyunk. Nézzük, mit lehetne még csinálni. Ezzel például semmit. Velük? Aha, nézzétek csak. Ők itt velünk akarnak valamit csinálni. Fura, hogy itt nem volt checkpoint. Én világosan emlékszem arra, hogy ezt a részt már én megcsináltam. Hát azért is tudtam milyen jól, hogy milyen feladat. Az egész játék arról szól, hogy orvosságot találjunk. Köszvér a karcol, most már nem is érdekel. Megmutattuk neki, hogy kék virág, piros tüske merre van, és ők már tudják a választ. Gombás bácsi és görbehátú néni. Jó szó, köszi szépen a 14 hónap töretlen támogatást neked is. Köszi szépen. Srácok, peregjenek a szvegek, ahogy az előbb Zakikának, vagy még jobban. Mehetünk.
Köszi szépen mindenkinek, aki itt nyomja a szvegeket, vagy éppen jolókat. Vége. Az a helyzet, meg ki is nyomtuk a játékot. Ajaj. Még jobban fáj. Még stáblista is lesz a végén. Basszus. Ismerős ez a jelenet. Kis vityiló és valaki... könnyít magán, csak a rossz oldalon. A rossz lyukból. Lehet, hogy csigák jönnek a szájából, ki tudja. Kényelmes lehet ez a faasztalabb? Kemény faasztalabb? Hát valaki azt szereti. De is nagyon, neked is nagyon tetszett? Jó szó. Astromiszt itt már rágta a fülem, hogy nagyon jó. Amúgy szerintem halk a játék. Szerintem... farkasok. Mész innen! Mész innen! Hello! Viszlát! Menjél innen! Nincsen wow! Semmilyen vonyítás! Menjél innen! Nagyon jó srácok! És most egy kis erdőtűz! Jó, nem realisztikus a játék, srácok. Aha. Fel vannak lógatva ott az emberek. Egyétek az embereket, ott vannak a hullák. Tessék szépen lerángatni őket. Miket meg békén hagyni. Rajtunk nincs is annyi hús. Jajjaj, kis srácot nagyon előre küldtük. Igen. Taka van. Viszlát. Amúgy nem tudom, hogy mennyit kell hadonászni. De én nyomom. Menjél már. Oké, egyelőre jó. Jónak tűnik. A kis srác mit tud ilyenkor csinálni? Az igen, hogy bedobta a susnyásba a fákját? Da. Szobor. És az előbb azt mondta, hogy dá. Atta! Atta! Itt lesz kék virág, piros tüske. Hú, de nehéz megszakni, hogy mindkettő analóggal a karaktereket irányítjuk. Milyen jó, izé. Kapucsengőjük van. Na, remélem, hogy ő gonosz amúgy. Nem tűnik gonosznak. Addig a kisráccal gyorsan betörünk hozzá.
Jó, a kapuőr, tuti. Köszi, köszi, hello. Azt mondta, hogy don't die, köszi. Na megint a farkasok. Most már én vagyok. Várjál, a kisrácnak... Igen, meg kell fogni a tesót. Most kezdjük előről? Basszus. Basszus, hát ez nagyon szíves. Milyen rossz helyen van ez a checkpoint? Skip! 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 Manuel szép sincs. Szia! Aj! Ha, tehát a kisrác nem akar beszélni. When hadi, Ari? A támafi? Mondta. Don't die. Igen, itt a farkas. És gyorsan meg kell fogni a nagy tesónak a hátát. Na, tehát... Kisrác... Megfogta. Jók vagyunk. Ez volt a lényeg, srácok. Jó, nem lehet leesni, megnéztem azt is. Nem engedi a játék, hogy lepottyanjunk. Oké, ott egy pad. Meg lehet nézni ezt a helyet, amerre mehettünk volna, például. Aha, mindketten le tudunk ülni. Szuper. Aha, aha. A mobsz kutyák fejetéged nem a rántott hús, emlékeztem? Nem. Nem volt még ilyen gondolatom, paszka. Miért volt jó ide jönni? Szia, Szesza. Ennek semmi értelme volt. Akkor mondjuk balra menni? Most gyakorlatilag visszajöttem. Jobbra, esetleg. Aha, úgy néz ki, hogy ez lesz a nyerő. Vagy legalábbis tűnt nyerőnek. Ah, értem. Ha, ha, ha!
Lajos. Az gond. Nagyon nagy gond, srácok. Szegény kis srác. Lajos. Ez gond. Szia, Bone Spirit. Sziasztok. Igen. Tehát ha megfogjuk a fát... Hogy micsoda? Mik azok a szörnyek? Fa szörnyek. Értem már, azt hiszem. Jézus. Jézus. Sok erőben van, erő van amúgy a nagy tesóban. Hát, nem tudom, ott most gondoltam. Megyek! Én vagyok az? Én vagyok. Én irányítok. Én irányítok! De hát nyomom. Nyomom. Miért nem engedi megfogni a tesómat? Miért tolatunk? Hogy mi? Erre nem tudunk semmit se csinálni. Ide úsztam hozzá. Ja. Értem. Tehát, hogy hátra tolat valamiért. Ennek mi értelme volt? Na most... Jó, sikerült kiúzni. Ez a rész egy kicsit fura volt így az irányítást illetően, mert hogy így... Megnyomtam a triggert, és így hátra tolatott, aztán meg jöttem föl, és olyan furán mozgott. De sikerült. Csak ez fura volt. Bocs, tesó, hitbox bugos volt. Egy kéz. Szerintem mindketten beverték a fejüket. Ó! Oh. Szóval a fater. Nagy tesó, a nagy tesó durván kapta a 4-20-at. A kis tesó is, de a nagy tesó nagyon nagy adagba kapta. Mondom. Oh, mamai.
hol lehet kiirdetve az egér? Streamben is, meg Instagramon is. Instagram storyban is. What? Mondom. Mondom, sok volt a 420. Instagramos poszta, nyereményes poszt alatt ki lett tűzve, hogy ki a nyertes. Meg sztoriba is ki lett rakva. Megmondtam streamben is, amikor a sorsolás volt. Spoiler. Közeljövőben lesz egerentyű is, de menőbb, mint amit most sorsoltunk. Menjünk le, mert ott nagyon szimpatikus az, aki ott fel akarja akasztani magát. Maruhadi! Ta! Lamut! Walila, hayi. On, Ria, sa. Mi a baj a csávónak? Walila, hayi. Sztorit nem lehet visszanézni, az 24 órás. Gondolom, akkor nem nyertem. Hát, hogyha nem a te neved lett kitűzve, és nem neked válaszoltam rá Instán, akkor nem te nyertél. A posztát végigtekerti, de nem látod? Hát konkrétan az első komment az az. A nyertesé. Az első komment. Tehát itt valaki meghalt amúgy a csávónak. Na már Twitchen is van autogenerált felirat. Hát 2 éve használom ezt az OBS plugint. Jó, hát részvétet tanúsítottunk. Srác. Jó. Legalább mi itt voltunk és segítettünk. Virággal nem tudunk semmit se kezdeni. Ehhez valószínűleg nem elég erős a kis srác. Így van. Ehhez elég erős a nagy srác. Ja. Szia, hol van? Atta! Jó, jó, Atta, persze, csak ide először fel kéne mennünk, nem? Atta! Atta! Hmm. Hú, ez most mit csinált? Ja. Da. Ha. Ezt fel tudjuk húzni. Igen. Hmm. Nézzük, mi az, amit nem látunk. A kisrác át tud itt férni. Igen. És szerintem meg is tud kapaszkodni. Így van. És át is tud ugrani.
Így. Igen. Ezt meg már tudja hajtani. Nagyon jó. Nagyon jó. Very big. Mondjuk én ezen a hídon amúgy nem mennék át annyira szívesen. Valakinek nagyon fáj a távolba, hallom. Kis srác elsőre. Még mindig fáj valakinek. Most a nagy tesó megy előre. Miért ilyen halk? Moto? Moto Dali? Lehet, hogy ide kellett jönnünk. A Döbrögéhez. Jézusom. Ott lesz a repülőgépünk. Ami elvisz minket a kastélyba. És vannak kecskék. Aha, ezt az utat nem tudjuk használni. Bármennyire is ide rakták. Igen, megtoljuk ketten. Be is csukjuk? Nem lehet be... What? What? Igen! Kecsegelünk éppen, srácok. Oda nézzetek, a kecsegelés. Wow, hát ez nagyon király. Azt hittem, hogy csak simogatni lehet a kecskéket, de hát ezek a srácok meg is ülték. Ennyi volt. Shumaru, Shumaru, Shumara. Na, ott van valami őrült, tudósnak kinéző csávó. Hey, Hana Horn. Sorry. Mondom, ez ilyen, izé... A klasszikus tudós feltaláló csóka. Adott nekünk egy fogaskereket. És azt mondta, hogy ezzel kell élnünk. De várjál, ezt nem tudjuk átdobni. Az igen, hogy átdobta. Kis srác elbírja? Jó, hát akkor hozza ő. Egy kicsit gyúrni fog, legalább erősebb lesz. Jó, átvinni nem tudjuk. Értem. Tehát a kis srác nem tudja dobni, a nagy viszont igen. Jó, jó. Már értem. Már értem, hogy miért a nagy kezébe jó. De várjál, most meg nem dobta. Lehet, hogy a kisrác is tudná dobni. Na várjál, akkor nem jöttem rá, hogy mi a... hogy hogyan lehet dobni.
nem tudom. Jó, gyere csak vissza! Meg tudjuk ketten fogni. Ja! Atta! Hűha! Vagy mi? Na most várjál, ezek egymásnak tudják dobni. Aha! Értem! Oké. Ah. Mondjuk logikus. Logikus. Teljesen logikus. Bizony. Egymásnak tudják dobni, srácok. És akkor most már meg is tudjuk hajtani. Ami azért jó, mert fel tudjuk emelni a bácsit. Nagyon masszírozom az analógokat. Nagyon jó. Retornáció, Zsiványi. Köszi szépen a 23 hónap támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szegek Zsiványinak. Mutassátok meg, hogy kell csinálni. Köszi szépen, Vajek. Aha, tehát ott a bácsi. Jó, hát menjünk amúgy először hozzá. Szia, Marci. Köszi neked is. Köppapirolló. Egy utolsó. Ma, Kai. Ma, Kai. Kai azt mondja. Egy utolsó. Jó, egyet nyerni kell. Kövi. Ma, Kai. Kai. Ma, Kai. Két kő. Ma, két papír. Gyanús, ez már kezd gyanús lenni, szerintem a tudós belelát. Na, egyet hadd nyerjen már a kisrác is. Na. Il. Wendahi. Alatia. Azt mondja a nagy tesó, hogy add ide a repülőgéped. Most rögtön. És azt mondta a bácsi, hogy na ne. Köszi szépen Szesze Jocó, Szíra Karcoló, Esebát és Owen. Köszi szépen a pergetést Zsibányinak. Köszi, köszi srácok. A kisrác belenéz. Aha. Lát dolgokat. Ezt mondjuk nagyon durva látni. Jó, most nézzük a nagy tesó mit tud. Ő ugyanazt látja, ahogy látom. A nagy tesó nagyítani tud. Aha. Jó, tehát akkor nagyítunk. Istesóval pedig irányítjuk. De várjál, akkor most állítsam be így. Vagy ennek mi értelme van? Látszólag semmi értelme. Ja, mert hogy ilyenkor megkapjuk mindkettő analógot, értem. Tehát ilyenkor az a poén. Valakinek nagyon fáj. Jó, hát ott biztos lehetne landolni. Jó, hát amúgy? Vagy nem megyünk még el.
a repülővel, mert hogy itt van valami, amit nem néztünk meg. Ezen a részen. Na tessék. Lát, srácok. Lát. De a kisrác ezt nem tudja megtolni. A naggyal pedig meg tudjuk tolni, de... Na jó, nézzük, nézzük, srácok. A repülőt. Ez nem tudom, mire volt jó. Zenéni lehet vele, nem több lyuk volt. Igen, igen. Azt hittem jobban kanyarodik szél a karcoló. Sokkal durvább jobbost kellett volna venni ennek a cuccnak. Na, hát. Nézzük, mi lesz, ha elengedjük. Tehát nagyon fontos, hogy nyomjuk srácok a triggert. Ilyen biztonságos szerkezet? Persze. Ez most meglepett? Még vissza is tudom húzni, hogyha akarom. Azt nézzétek. Van full damage a játékban. Egy kicsit mehetünk jobbra. Nincs mit zakik, ha bármikor nyugodtan kérdezzetek. Letesztelem nektek itt a dolgokat. Jobb arra, bara bara. Jó, csak be a lyukba. Arra így tartani magad? Egyszer úgy kipróbálnám. Hogy micsoda? De hát ez mi? Ez mekkora csalás már? Hagyjuk már, hát közel nem voltam ahhoz a sziklához. Mit látott itt a játék? Ezen fekszel, nem kész fejen csimpaszkodva a Itt még az kéne, srácok, hogy ilyen DualSense érzékelés, és közben neked kell fújnod a mikrofont, tudjátok, mint a DualSense kontrollernél, hogy te leszel a szél, és akkor így fújod, hogy menjen. Oh, no!
Na most jónak tűnik, srácok. Cool. Nem lesz gond. Nem lesz gond. Nem. Leonardo nem éppen a legjobban csinálta ezt meg. Neki lehet menni? Jó, azt hittem, hogy itt ide szakadnánk le, és akkor innen megyünk majd tovább, de ezek szerint azt majd ki kell kerülnünk. Az a helyzet, ez egy annyira különleges élmény, hogy többször kell átéljétek. Még nekem is, mert annyira jó. Most megyünk nagyon jobbra. Nem lesz gond. Nem, oá. Még megyünk egy kicsit jobbra. Köszi, most már jó. Nem tetszik, ahogy megy egyébként. Jó. Ezek a lenne helikopter. Na ja. Jó, egy kicsit balra. Jó, jobbra. Nem annyira. Most jönnek a madarak. Jó. Akkor jobbra. Most jó. Kicsit jobbra kell húzni. Sikerült. A hangok a legjobbak közben. Na megjöttünk Döbrögihez. Döbrögihöz. És itt van kék virág, meg piros tüske is. Ha már tönkretettük Leonardo találmányát, akkor a kötelet használhatjuk. Szia, Tukuyuti. Fel fogunk mászni. Csoda landolás, ugye? Nem semmi. Megmássza. Na, szerintem itt leengedeznünk kell. Vagy én nem tudom. Igen. Igen. Expertise. Engedd már el, kisrác. Tessék. Ott is van. Ott is van, srácok. Elsőre. Most már szerintem nem kéne a kötél, mert csak belezavarodok. Ezt másszuk meg. Jó. És itt is leengedezni kéne?
Hát amúgy majd. Fura a bejutás ide a kastélyba. Nézzétek meg, tönkre tesszük az összes szobrot. A virágosat ne. Jó, szerencsére azon ott maradt a virág. Jó, hát egy szobor megmaradt, srácok. Legalább egy szobor. Atta! Amint, hogy basszus. Pillanat, azt mondja, hogy lehet-e menni jobbra? Lehet. Csak nincs értelme látszólag. Kapta a kis srác az előbb. Engedezés ismét. Most lehetne olyan, hogy időre kell megcsinálni, mert jön a gonosz madár. Ezek a gerendák. Gerendákok. Gondolom le lehet esni, hogyha nem figyelek. Nagy deszkák mennyire nem bírják? Amúgy valószínűleg pont rossz fele indultam el, aha. Itt kéne megmászni a lépcsőt konkrétan. Ó, mászhatunk tovább. Hoppácska. Oké. Na, ez nagyon jól ment. Umba. Kis de soki viccel vág le a kötérre, csak feltart. Na, szerintem a megoldás az itt lesz bent. Hm?
És ott van egy denevér a kalickában, vagy nem tudom mi az. Szerintem itt kell végigmenni. Az ágyon. Hogy élvezi az ágyat. Jön a Last Guardian-ezés. És a nagy srác mit szól ehhez? Tetszik neki is a nagyító. Szerintem ezt meg kell mászni. Jó. Szárnya. Srácok. Elvesztettük a kis srácot. Nem gondoltak arra, hogy lesz egy olyan béna játékos, mint én, hogy leesünk a sarokban? Ellenőrző ponttól pedig újra kell indítani. Nem ezt akarom. Nem baj. Tehát ott volt egy lyuk, és sehogy nem tudod kijönni a kisrác. Ja, most nem nézzük meg a nagyítót. Na tehát, ott le lehet esni a sarokba, azt most nem akarom még egyszer kipróbálni. Hey! Nem voltam a tesztelő között? Lehet az volt a gond. A nagy sráchoz mit szól? Ara, Dahi? Igen. Ara meg Dahi, bizony. Én is ezt mondom. Hogy megyünk oda? Hát ez nagyon szuper. Jó. De most megcsináltam ugyanazt, csak a nagy sráccal. Jó, most már megmutattam nektek, hogy hol lehet leesni kétszer is, hogyha esetleg valaki nem fedezte volna eddig fel. Jó, menjünk fel. És akkor hát, ha jobban fogom látni a dolgokat. Szevasz, Kulersz. Szorgos helyzet, ez helyes vagy. Helyes. Az utókor tudja, hogy mit kell csinálni. Ara, Dahi? Igen, Ara meg Dahi. Na nézzük. Jogos. Kisrác még mindig átfér a rácsokon. A gépek lázadása.
Oda néz. Naya! Naya! Kis bagoly. Na, kis bagoly. Túl csilles ez a rész. Jó, határozottan nem kis bagoly. Ilyen griffizé. Elkövette én is azt, amit a többiek reggel véletlenül valahogy hozzáadódott a Steamemhez a Vampire Survivors. Ó, basszus. Sajnálom, Coolers. Ilyen balesetek történnek nálad. Túl jó a cucc, mi? Amikor még a faterral pecáztam. Saké, és szakét ittak. Amikor még a fater magyarázta, hogy hogyan kell horgászni. Tök jó a zenéje a játéknak. Szerintem lassan már vége van. Itt már csak a... gajmentes fák vannak. Emocionális puzzle játék? Igen, igen. Bizony. Na, itt meg nagy íjászkodások voltak. És ott egy... mizé... keselyű, vagy mi az? Nem tudom, mi ez a sok ásítás, ne haragudjatok, nem akarom, hogy átragadjon rátok így péntek délhez közelítve. Milyen jó, itt a kesejük éppen válják ki az óriás nyakából a dolgokat, mi meg ide le tudunk ülni nézelődni. Amúgy menjen. Ez teljesen átlagos. Ásítás, oxigén hiány? Próbálják lélegezni? Jó, most megpróbálom. Várjál, most az a feladat, hogy... Jézusom. Ez elég morbid. Jó, hát hogyha már elég morbid, meg lehet-e mászni a kezét? Nem. Az igen, milyen lábújjai vannak. Szia, Lord Fairy. Na ez mondjuk... Egy kicsit legyünk véresek, és akkor nem akarnak majd annyira minket a keselyük. Állítólag.
Szia, Barbie. Aha, aha. Az lesz az. Világ csak. Igen. You have returned. Igen. Ó! Köszi szépen a 21 hónapot, Lord Fairy. Köszi szépen. És köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Köszi a pergetést, Coolers. És összvér a karcoló meg, Vajk! Köszi szépen a támogatásodat. Mi újság, Lord Fairy? Meg Zakika, neked is köszönöm szépen. Jó. Jó. Itt le fog konyolni a fa ága. Oda nézzetek. Pepe, köszi szépen. Minden remek, tegnap megint kiégtem az erdőn, de hát ez ilyen. Na, mi történt? Szegény. Megint véres... akármi, trutyi, folyó, akármi. Lehet. Vagy csak itt csurgatják éppen a szamóca lekvárt. Deep Root Depths. Az jó hely. Az jó hely. Igen. Tá-ti-ti-tá-tá. Hát ezt sehogy nem fogjuk tudni eltolni. El kell törni a lábukat. Igen. Vagy fel kell vágni. Nézzétek, csak ez még opció lehet. Jó, ő szerencsére nem akar bántani minket. Még. Na, mit mondtam? A felszeletelésről? Mondtam. Mondtam. Készhette rá Nikveszt? Na, gratula hozzá. Az egy tök jó küldi sorozat. Az amúgy nekem ott szimpatikus, de hogy... Ja. De hogy még nem kell oda menni, vagy... Kis srác. Ez Gondor kürtje?
az Gondor kürt jelensz. Jó, de itt mit akar a játék? Hogy másszam meg? Á, értem. Emily Frostos kocsi zenéjét játszották? Ja. Na most remélem fejbe lövünk valakit. Az jön. Ez is jónak tűnik. Felhúzzuk. Pörölykező Helmnek a kürtje. Headshot! Szia streamings! Ó, Nayi! Ja! 4-20 no-scope. Na, tehát akkor nagy tesó előre, kicsi utána. Nem, még mindig nem lehet az óriások onnan mászkálni. Na majd kíváncsi leszek, mit szólsz a bosszokhoz, Lord Férim. Amik úgy arra vannak, amerre éppen jársz. Ajaj, itt valami szektások vannak, srácok. Annyira szektások, hogy konkrétan vér folyik hozzájuk. És egy macskát akarnak feláldozni, ahogy hallom. Dupla gargoly, finom volt? Képzeld, vannak, akik azt úgy csinálják meg, hogy... kiállnak a vízesés szélére, és hagyják, hogy a gargoyla vízesésen túlra charge-oljon, és mivel nem használja a szárnyait, ezért leesik. Ezek itt imádják a kutyát, akiből ember lesz, vagy aki ember, de beleszáll a macskába vagy kutyába. És itt pedig azt látjuk, hogy emberek dárdával mennek valahova. Micsoda lór, ugye? Ó, a nőt akarják feláldozni. Mert hogy boszorkány. És azt kiabálja a nőci, hogy Jani. És nekünk meg kell menteni. Aki azt kiabálja, hogy Jani, az rossz ember nem lehet, tehát hogy rá kell menni. Neked a Crucible Knight-ok esnek le? Jövünk, jövünk. Bozon, hozon. Bozont, azt mondta. Mi, ezt most így hagyjuk a csajszit? Csak nem. Ők azt mondták, hogy nai. Tehát ez nem volt jó ötlet. Amit most csináltunk, az nem volt jó ötlet. Azt fogják élni, hogy mi vagyunk a valaki? Jó, akkor lehet, hogy jó lesz. Csak távolabb megyünk.
Úgy gondolja mindenféleképpen, hogy E-Hunterbe nem szorult IQ, meg hogy ostoba, meg ilyenek, az nyugodtan, mit tudom én, hemperegje meg kaktuszba előtte, meg ilyen dolgok. Ez Get Wrecked. Ez milyen típusú játék? Hát így nézed, aztán rájössz. Tehát, hogy így... Érted? Milyen típusú lenne? Az a játék. Hát nem tudom, tehát, hogy most így... azért nem vagyok retardált, vagy most nem tudom, mit gondolnak egyesek. Bár lehet, hogy azt hiszik, de hogy ki kell, hogy elberendítsalak titeket, nem vagyok retardált, meg kretén se, meg azért jártam iskolába is, tehát, hogy nem az utca nevelt, és így azért rájövök dolgokra előbb-utóbb. Ha meg nem, akkor meg úgy is szólok, hogy help, please! Ki gondolja azt, hogy nem szorult belédész? Nekem tökre nem ez jött lenni. Nyomjad, kisrác. Várjál már, most a kisrác elaludt, vagy most mit történik? Hogy a... Jó. Ezt úgy irányítjuk, hogy az analóggal. A két analóg a lapátunk. Pontosan, ahogy Sticky mondja. Jó, menjünk erre. Adom. Ja, hasonló játékot keresne valaki, akkor ez milyen típusú játék? Jó kérdés, hogy ezt hogy mondják. Hát, sétaszimulátornak semmiféleképpen nem mondanám, de nagyjából hasonlít egyébként a helyzet a Vanishing of Ethan Carterre, csak hát értem, más a téma. Puzzle, Coop. Coopnak semmiféleképpen nem mondanám. Coopnak semmiféleképpen nem mondanám. Tehát amihez egy kontroller kell, és két karaktert irányít, azt nem mondanám Coopnak. Kalandjáték. Na, hát akkor az a megoldás. Ja, érzelmekkel teli kalandjáték. Single player coop. Érdekes ez a megnevezés amúgy. Ha ez tényleg az.
Ezt alapvetően arra találták ki, hogy ketten játszatok össze, mint az It Takes Two-nál. Hát jó, csak az It Takes Two-nál tudtok ketten játszani, ennél meg nem tudtok ketten játszani. Hát, hogy ezt hogy játszod mással, érted? Tehát, hogy mi most... Egyik kezeddel te fogod a másikkal, meg más, és akkor úgy nyomjátok. Nem, az úgy szerintem nagyon kényelmetlen. Igen, hallottam, hogy ezt ketten játszottátok végig, de nem tudom. Egy-egy karaktert irányítotok? Az oké, okay, de hogy a kontroller, érted? Tehát, hogy az hogy kényelmes? Tehát, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy ez kényelmes. Switchen jó, hogyha ketté szeded? Mondjuk jogos. Switchen jó lát. Okay. Én is úgy nyomtam lányommal, kicsit kényelmetlen volt, de működött. Ja, azért mondom, hogy ez így nincs jól kitalálva, szerintem. Most a csajszi nem azt gondolt, hogy ide jöjjünk? Azt mondom. Szóval, azt mondjátok, hogy ez arra lett tervezve egyébként, hogy kóba játszatok, akkor oké, ne hiszem. Két kontroller van bedugva, nem tudom mi lesz, akkor azt még nem próbáltam. Oven. De hogy így, ha ide jössz, akkor a hogyan játsz be, ez van leírva. Bal trigger nagy tesó interakció, bal analóg nagy testér irányítás, jobb trigger kis tesó interakció, jobb analóg, kis karakter irányítás. Kis tesó irányítás. Ajaj. Csúszkálni. Hát a Chelsea biztos nem értette, hogy mit szórakoztunk el ennyit. Wow! Milyen jó páncélja van a teknősnek! Milyen jeges páncélja van! És a csaj hogy ment fel? Ja. Ő fel tud magától ugrálni. Pedig fölvittük volna szívesen. Már gyakorlott tesók vagyunk. Valaki konkrétan ide fagyott. Gája? Gája, azt mondta. Puna Gája. Új, megfagytak az emberek. Wow! És ezt hogy kell csinálni? De jó! Favágó szimulátor. Jó. Odaállj, azt mondta a Chelsea. A tájra. Odaállj a tájra.
Puna. Kaya. Köszi szépen. Pont segítesz, hogy mit kell csinálni, meg mikor. Kaya. Az igen, hogy nyomja. Mi volt ez a... izé... hód pozitúra. Meg vagyunk. Szia, Laura! Atta! Puna! Atta, Puna! Kaya! Anna, madulja ti! Azt mondta, hogy nagyon ügyes vagy. És a kisrác mit mond a csajszinak? Fi! Ruisio! Azt mondta a kisrác, hogy ide pukiztam. Mert a katapultolás. Semmi gond, most gyilkoltunk meg örökre jó pár embert. Lőjük ki a csajszit szerintetek? Azt akarja? Gyere! Szia, Enger Monik! Oda néz! Jó, és akkor a kisrác most már le tudja engedni a csajszival együtt. Már volt eszembe, hogy kíváncsiságból kipróbálom ezt a játékot, de szerintem marad gyorsan fel fogja cseszni az agyamat az irányítás. Ó, kell egy kis idő, amíg így hozzászoksz. Bár én még mindig nem tudtam hozzászokni. Ebből a szempontból is különleges a játék. Na basszus. Lesz egy vampa. Egy láthatatlan óriás. Ez még biztos, hogy gondot fog nekünk jelenteni. Odaállj! Odaállok, tessék. Mindenki lefagyott. Hagyjuk már! Miket tud? Oh, what? Van erő ebbe a csajsziba. Thank you.
Még a leheletét is lehet látni. Megette. Mennyit küzdünk azért, hogy meglegyen a fatternak a gyógy bigyula. Hát ez most van. Gia, ott leszakad. Itt úgysem jössz át. A fekete láng szolgája vagyok. Nem töltött be az óriás modellje? Lett volna neki, Zakika, ne szívas. Jesszus, rendesen kirázza ideg, amikor csak egyik oldalról lehet hallani hangot. Ja, jól megcsinálták. Oda néz. Hát ebből még lesz valami. Nehogy testvérpárbaj alakuljon itt ki. Az utolsó élő hölgyért. Aquila, köszi szépen az 50. hónap támogatásodat. Milyen szép kerek. Peregjenek, srácok, a szövegek. Köszi szépen, Coolers. Olyan volt ez a rész, mint a régi Endless Runner telefonos játékok intrója. Most az így nincs meg hirtelen. Ah, hát, be lehet menni. Ez itt a csajszi rejtek helye. Na, tia ma! Ilanaya! Ila! Na, ta ma! Ő lesz az ördög, a gonosz. A démon. Wow, köszi szépen Zakika, Angermonik, Vajk, Owen és Akili. Reeds, köszi szépen neked is a második hónapos támogatásodat. Ez a beszéd, Vajk, peregjenek a szövegek, úgy-úgy, Laura. Köszi szépen a pergetés, srácok. És köszi a támogatásokat. Ajaj. Itt is vannak halott emberek. Mondtam. Jézusom! Mondtam. Mondtam. Nagyon gyanús volt ez a csajszi. Basszus. Ah!
Jézus! Ez az. Ez egy nagyon kegyetlen rész, srácok. Na, most vettem le a játékot a kívánság listáról, a pompómiámmal közébe kihagyom. Tép ki az összes lábát. Tép ki neki. Másoknak ne ártson. Jó, alázd meg! Mindjárt meg lesz. Nagyon jó. Az gond? Az gond? Az gond? Ez csak egy rossz álom volt. Ez csak az apuka álmodta. Túl sok volt a sör. Megy a dislike a Tinder profiljára. Ez gond! Lehet nem kellett volna kihúzni az utolsó lábát. Konkrétan keresztül szórta a nagy tesónak a hasát. Apó. Mi kell még itt? Nem volt elég, hogy ugye keresztül szúrta a saját a tesónak. Megjöttünk, ez itt az életfája. Most már csak rá kell csatlakoztatnunk a hajunkat az indákra, és akkor minden jó lesz. Felélelődünk. Itt az ártré. Mert tegnap is kivoltam a hangyáktól, ma meg ez. Hát egy jó kis ártré avatar harc. Vagy egy jó tree spirit. Sziaszbest! Szevasztok, srácok! Nai, Mafi, Leita, Lawa. Balila? Balira akar menni? Na, csak rá kell csatlakoztatni a srác haját az indára. Hát így már nem unik a gameplay. Most nyomni kell egy speedrunt. Balira. Igen, a haját az indára, egyértelműen avatar copy. Hát nyilván amúgy a fatövébe kell lennie egy pók, kell lennie egy póknak.
Hát ebben már nem lesz Noit, rám Max a kisrácnak. Jó, és akkor most megszűrjük, lefeljük a rostokat. Mert a fejés. Ja, akkor nem. Ó, ott van. Wow. Ez már fa. Ez már fa a javából. Gyorsan törzseli a bugyposodat. Igen, mandulatáj. Ja, nagyon jó a zenéje. Na, és akkor most le a csövön. Remélem az lesz ebből, hogy vagy a tesójé, vagy az apánké lehetne a bugykos. De hogy egy embernek elég csak. Jó, hát de majd a srác vissza tud mászni. De a bugykos csak egyszer tölthető. Á, ez csak egyszer tölthető. Elhasználódik, tönkre megy. Kétszer nem lehet már felmászni. Kiapad, most már kiapad a fa. Útja. Elhervad. Ajaj, hat a méreg, nagyon látszódik a srác arcán meg a testén. Nézzek, beleönti az összesen. Meg fog fulladni. Szájon át lélegeztetés, meg ilyenek. Ez mondjuk kellemetlen. Biztos nem hat azonnal. Rossz fához jöttünk. Na, most elélem. Ki megy belőle a méreg? Tessék. Jó, most meg ki fog derülni, hogy ő csak egy szellem volt. Ja. Elkékült a lába, ez már jelent valamit. Brothers 2 apával és a legfiatalabb fiúval megkeressük az életfája 2-t és föltámasztjuk a most eltemetett tesót. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Ez itt micsoda amúgy? Mi ez itt? Barbie, köszi szépen a támogatásodat. Üdvimáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Srácok, peregjenek a szvegek. Köszönöm.
Amúgy... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért jó ez a játék, mert gyakorlatilag... Izé, az apuka már egyedül neveli a gyerekeket, lebetegszik... A testvéreknek magukról kell gondoskodni, a végén meg már a kis srácnak, a fiatalabb srácnak a nagyobb tesóját kell temetnie. Hát eddig ez nem egy vidám játék. Vannak vidám pillanatai a játéknak, de nem vidám játék. Mi az a bágos bokor? Ez egy utalás, srácok. Ez egy utalás arra, hogy készítik az It Takes Two, ami egy vidám játék. Kivitelezésnek a feladatok tök jók, de azért van mélysége is. Szerintem jó játék. Ja, mármint, hogy... Félre ne érts, nem azt mondtam, hogy nem jó játék, mert hogy halálok vannak benne, meg ilyenek. Ja, nem minden jó játék, vidám. Legalább a kis griffünk az él. És remélem, hogy lehet még valakivel szaporodni. Meghalt a bátyus, Cessa. Úgyhogy most már nem brothers, most már csak brother. Leszúrta egy pók. Egy galát pók, aki egy csajszínak adta ki magát, aztán becsalt az ódujába. A kisrác nem akart bemenni, de a nagy meg bement, mert adott neki egy puszit a csajszi. Ott az apuka. Szerinted azért beteg a mai világ, mert ilyen baromságokon nőnek fel a gyerekek? Hát, ha úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nincsenek elmagyarázva neki, hogy ez most miért ilyen, meg miért olyan, akkor lehet, hogy így van, ahogy mondod. Pillanat, srácok, ez bonyolultnak tűnik.
jól van tálalva a dolog, akkor igazából akkor nincsen gond. Ha nincs tálalva sehogy és... rossz dolgokra gondol, vagy mit tudom én, helytelen dolgokra gondol, akkor lehet, hogy rossz világnézet alakulhat ki benne, de hogy alapvetően szerintem nincs probléma a játékokkal. Menjél fel ott a fater! Az helyzet, nem osztunk a faternak semmit! Van még a butykosba szerintetek? Nem adtuk oda az összeset a bátyusnak? Hát amúgy. És az helyzet, hogy most meg kell tanulnia úszni. Gondolom én. De hát srácok, mindjárt felfogom, hogy mi van. Nincs gond, ez megvan, ez fix. Az helyzet, hogy arra kell mennünk, viszont arra a kis srác nem akar menni. Ó, kell a testvére. Kell a tesó. Biztassa, hogy tud úszni. Hogy menni fog neki. Hogy azt higgye, hogy ott a tesó a háttérben. Tök jó. Ja, csak sikerült neki az úszás. Itt is ezt meg tudja húzni egyedül is. Oda néz, hogy megmászta. Wow. Ati, Ati, Daba. Abi. Hát azért... ez az apukának is elég rossz lesz. Szülőnek elveszíteni a saját gyerekét, elég durva dolog. Na hát, eltemette úgymond ott az emléke. Tesónak.
ez de király. Ti csináltatok már ilyet, srácok? Szia Viper, itt mindenkinek. Nem is emlékszem, hogy hogy hívják ezt. Amikor így pattogtatja a kavicsot a víz felszínen. Kacsázás, tényleg. Ratmenő. Akkor lehet nem sír emlék amúgy, hanem hogy itt játszottak a tesójával. Így, hogy mondjátok, valószínűleg amúgy nem sír emlék. Na, itt a kecó. Itt a család lakása. Milyen szép színes lett egyébként a játék. Most, hogy meggyógyult a fatár. Na hát ott a muternak a sírja egyébként. És most már nagyobb tesója is. Minden játéknak megvan a célja, Lord Fairy. Ennek az, hogy közöljön egy ilyen helyzetet. Bármikor megtörténhet, hogy csak magadra számíthatsz, és neked kell másokról gondoskodnod. Kacsázást hívják csesztázásnak, és a... Hát, hogy mondjam nektek? Ez nem az a klasszikus... Péntek napközbeni játék. Wow. Ezek után már nagyon kíváncsi vagyok a V-outra, hogy milyen. És ezek után most már tényleg illene befejezni az It Takes Two-t. Már nincs csak egyébként belőle hátra. Én azt mondtam Adrinak, hogy arra szálljunk egy teljes napot, és az elejétől a végig nyomjuk újra. Megérte? Abszolút. Úgy álltam neki, hogy... Én nem látom ebbe a játékba a potenciát, és így két kontrollerrel így mozgatom a karaktereket, meg így megyünk megmenteni az apukát, ez még így kevés volt, és nekem kellett az a plusz, hogy így még nagyobb szarba kerüljenek, és így már értem, hogy miért jó a játék, és hogy mit akar képviselni. Így értem. És így ez nagyon jó. Véleményben van egy olyan csavarodás, hát az állam. Nekem az kimaradt teljesen. Most szomorúan indul a hétvége? Hát, még hogyha belekezdünk majd a Vanishing of Ethan Carterbe, akkor még rettegni is fogunk. Szomorúság, rettegés! A V-out nem ilyen, ez sokkal szomorúbb, aha. Nektek nagyon tetszett? Na, örülök, srácok. Örülök. Ez jó volt.
Úgy emlékeztem, hogy mire visszér az apjához, kiderül, hogy elkésett, szóval így jobb volt, van értelme mindennek, aha. Az eleje olyan semmilyen volt. Nagyjából egyébként ilyen 2,5 óra, 3 óra végig játszani a játékot. Ha tehetitek, akkor egybe csináljátok, és akkor nem lesz az az érzés, ami nekem is volt, hogy így az első nagyjából 1 óra olyan semmilyen volt. De például, amikor a kecskék hátára is fel lehetett ülni, az is tök feelinges volt, az is adott az érzésnek azért. Ja. Úgyhogy innen indult az It Takes Two. Ez volt az első játéka Joseph Faresnek. A legjobb Xbox játék lett 2013-ban. Kapott egy BAFTA díjat is. Na ilyen se volt, volt még megérkezések, és mindenki depressziós. Majd jobb lesz. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Nem tudom, Zakika, nem tudom. Biztos az is egy tök jó élmény, hogyha úgy csináljátok, bár nekem tényleg nagyon fura ezt elképzelni, de meg valószínűleg nagyon kényelmetlen is, ahogy most így belegondolok, hogy egy kontroller, két kéz. Mert ezt írtátok jó páran, hogy ti úgy csináltátok. Nem tudom. De örülök egyébként, hogy végül nem Adrival játszottam, mert hogyha jön a pókos rész, akkor fejezhettem volna be egyedül. Ja, van magyar nyelv a játékhoz, ami annyit jelent, hogy magyar nyelvű a menü, mert hogy nem beszél benne senki. Köszi szépen egyébként Tanger Monika támogatásodat. Köszi szépen, hogy JDX második hónapját ezzel lehetővé tetted. Ja, úgyhogy örülök egyébként, hogy visszatértem rá. Ha lemaradtatok egyébként a játékról, mindenféleképpen ajánlom, hogy adjatok neki egy esélyt, vagy hogyha most csak erre a részre ugrottatok be, úgymond, így a játékkal kapcsolatban, hogy elmondjam a véleményem, mindenféleképpen érdemes egy két és fél, 3 órát adni neki, hogy végigjátszátok. Ott van egy kis hajó egyébként. Jól emlékszem, a másik kettőben nincs pókpara. Nem emlékszem az It Takes Two-ra, hogy ott mi volt, de az jó volt, azzal nem volt gond. A Way Out-ra még kíváncsi vagyok, az teljesen új. Úgyhogy ez egynek jó volt, skacok. Remélem, hogy nektek is tetszett.